Hello fiúk, lányok, itt vagyunk a következő videóban, és az utolsó Premier League Plus szériánkat fogjuk most bontani. Ráadásul, ha jól olvastam, akkor a Pannini féléből teljesen az utolsót, ugyanis nem ők fogják gyártani már jövő évtől a Premier League szériákat. Kicsit sajnálunk, mert én nagyon szerettem ezt a szériát, mert szerintem nagyon jól sikerült minden évben. Az utóbbi években, mióta elkezdtem gyűjteni, azóta legalábbis szerintem az ilyen olcsóbb kategóriások közül szinte messze a legjobb széria. Na de, vissza a mostani témához. Kettő kicsi fémdoboz, amit még kibontunk, és akkor végigbontottuk a teljes kínálatot. Ugye nagy fémdobozokat, displayt is végignéztünk itt több részletben, úgyhogy akkor kis fémdoboz 25 kártya, és egy darab limitált kártya garantált, azon kívül minden meglepetés. Úgyhogy két különböző dizájn, ugye az egyiken Madisonnal középen, a másikon Mudrik, de nézzük is akkor meg a két kis fémdobozunkat, és akkor utána a végén végiglapozzuk az albumomat, hogy én így meddig jutottam ezzel a szériával. Jöjjön ebbe a sarokba, és kezdjük is. Ugye 6 kártyás egy csomag. Kezdünk egy Jacob Brown-nal a Lutonból, aztán Mavropanos a West Hamből, még egy West Ham játékos, egy Captain Zuma, aztán a Nottinghamből McKenna, egy Bournemouth védő, Europe's Finest, Zabárnyi, és itt még egy Ultimate Pedro Neto a változatosság kedvéért, egy jó Pedro Neto lett belőle. Ez pedig a kódos papír. Hát azt mondom, hogy ezt szedjük külön. Júj, de csúnyán megvan ott sérülve a sarka. Látszik is, hogy a fényt visszaveri, hogy az úgy nem az igazi. De hát nem baj, benne van ez sajnos ezeknél. Van itt egy kódos papír, egy Adrenalin Rush Carlton Morris, aztán egy Nick Pope, fordítunk egyet, egy Goal Machine Oli Watkins, az Aston Villából, egy Forest Badge, egy Europe's Finest Konaté, és még egy Luton Mengi. Nagyon lutonos eddig ez a bontogatás. És jön még egy Luton játékos, ha esetleg valaki hiányolta volna a Lutont, itt van egy Adebayo, aztán egy Cufál a West Hamből, fordítunk egyet, egy Defensive Hero Kenny Tete, aztán egy Europe's Finest Ayer, a Brentfordból Da Silva, és egy Virgil van Dijk Captain lap. Na nézzük az utolsót, mielőtt a Limitedre rámegyünk. Kódos papír, egy Next Gen, Trafford, a Burnley-ből, aztán egy Tottenham Badge, egy Golden Gloves, Foderingem, fogy a hely, aztán Jordan Pickford, Solomon a Tottenhamből, és Onana az Evertonból. Na nézzük, ki lesz az első limitedünk. És Jordan Beyer a Burnley-ből. Egy teljesen sima limited, mert ugye lehet signature-t is bontani. Na menjünk át a következőre. Hát ha a Mudrikos megoldás. Már is dobálózom, illetve tehát, hogy a Mudrikos megoldás több szerencsét hoz nekünk. Lássuk. Van itt nekünk egy Golden Bowler. Ott figyel a Golden Bowler. Na nézzük, ki lesz. Mitoma. Egy Mitoma Golden Bowlerrel kezdünk. Itt csinálunk neki helyet az Ultimate mellett. Aztán van még itt nekünk egy Magic Touch Mason Mount. Aztán a baselapok egy Rorslev, Bueno, egy Low
és egy cufál, akit ma már láttunk. Kódos papírt eldobjuk, itt egy Aston Villa Next Gen Duran, aztán egy Wolverhampton logo Mastermind Phil Foden, itt egy Burnley játékos Taylor, és még Richarlison és Brent White. Kódos papír, aztán egy Goal Machine Avonyi, a Nottinghamből egy Liverpool badge, egy Europe's Finest Elanga, a Nottinghamből van még itt egy Michael Keane, egy Adrenalin Rush Carlton Morris és Nick Pope. Jók szerintem az előzőbe is így kézen fogva közlekedtek. Na de, az utolsó kódos papír, brain freeze. Van itt egy Driving Force Douglas Lewis, aztán a Cityből egy Akanji, Willy Bolly, egy Captain Max Kilman, jaj, de gyenge ez az utolsó csomag, egy Jacob Brown a Lutonból, és egy Mavropanos. Na nézzük a limitedet. Az már látszik, hogy Aston Villás, és egy sima Musa Diaby. A limited lapunk, ezeket gyorsan bedobálom az albumba, és akkor végignézzük, hogy meddig jutottam. Összerendeztem a mindent is, pár hiányzót sikerült bontani, de azért nem egy fullos albumot fogunk most végignézegetni, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Rögtön itt az első oldalon, aminek nagyon örülök, hogy az ultimate lapok közül mindet sikerült kibontanom. Egészen jól néz ki, ezek ugye dombor nyomottak. A Pedro Neto-ból egy 4200 darab hever itt a szobába, a jobbra-balra. Úgyhogy ez mindenféleképpen ilyen formán egy sikertörténet. Aztán jön a Bournemouth, itt ugye Kerkez Milos lapjával és egy hiányzóval. Megyünk tovább, az Arsenal. Itt két-három hiányzó is van, hiányzik a Captain lap, illetve még kettő innen az oldal végéről. Lesz majd teljes csapat, úgyhogy meg tudom mutatni, hogy az milyen. Az Aston Villa, oda nyitottunk, mégpedig ide jön a Next Gen Duran, és így ez az oldal teljes, viszont innen hiányzik három is. A Captain lap, az Adrenalin Rush, meg még egy játékos, aztán a Brentford, ide is bontottunk egy lapot, ide jön a 74-es, ettől függetlenül még három hiányzó is van, úgyhogy ő így fejezi be a Brighton, itt ugye a Golden Bowler Mitomával, szintén egy 2700 darab hánykolódik még itt a szobában, három hiányzó, aztán a Burnley, a Burnleyhez nyitottunk, ide egy 104-est, de még így is három hiányzó, négy, ezt nem is láttam, négy. Chelsea, itt is több hiányzóval, sőt egészen sok hiányzóval, aztán a Crystal Palace, kettő lapot nem sikerült bontani, az Everton, ide bontottunk, ide 164-est, de még így is azért hiányos, itt látszik, hogy itt is, úgyhogy van még itt baj bőven. Aztán a Fulham, az egyik oldala az teljes, a másik az szomorú. Liverpool, egy hiányzóval, és a Szoboszlai Golden Bowlerrel. Úgyhogy ennek mindenképpen örülök, hogy sőt, sikerült úgy bontanom Szoboszlai Golden Bowlert, hogy még a saját gyűjteménybe is jutott. És az egyik teljes csapat, a kettőből azt hiszem a Luton, úgyhogy még szerencse, hogy ma a játékosok fele, akiket nyitottunk, Luton játékosok voltak, hiszen ez az oldal már előtte is megvolt, úgyhogy ezért elég kis szegényes lett a mai bontás. Aztán Manchester City, ide nyitottunk egy Phil Foden-t,
és amilyen szezonja volt, le a kalappal előtte. Haalandnak ugye most nem ment annyira ebbe az évbe, de szerencsére Foden azért sikeresen átvette a góllövést, illetve a góllövő szerepét, úgyhogy ennek mindenképpen örülök, hogy ez sikerült még kibontani. Egyébként két hiányzó van ezen kívül. Manchester United, itt a teljes oldal a Captainnel, az Adrenalin Rush-sal, itt viszont kettő hiányzóval. Newcastle, a másik teljes csapat, itt is megvan mindenki, az egész keret. Megyünk tovább, a Nottingham, öt hiányzóval, innen azért még lenne mit bontani. Aztán a Sheffield, a Tottenham, ide is két hiányzó, de a Golden Bowler Madison szerencsére megvan. Aztán a West Ham, például a Batch hiányzik az egyik. És a Wolverhampton, az utolsó csapat, ide bontottunk egy 359-est. És akkor így néz ki a végeredmény, vagyis hát majd eBay-ről valószínűleg megpróbálom összevásárolni a hiányzóimat, vészlapokat, vagy cserélgetni, vagy valamit. Nyitottunk egy Europe's Finest Elangát, ami nem idejön, itt egy hiányzó marad ezen az oldalon, hanem idejön. Így, és legalább akkor ez teljes. Itt látszik, hogy a Diaby az nekem dupla sajnos, viszont a Jordan Beyer az ide jön, és ugye egy darab signature-t bontottam, Sheffieldből McAtee, úgyhogy ennyi lenne az én Premier League albumom. Hát szerintem ez ilyen 70-80% körül mozoghat, úgyhogy annyira nem fényes, de amíg befejezem, nézzük ezt a szép ultimate-es oldalt, mert ez legalább teljes ilyen formában. Úgyhogy ennyi lett volna a Premier League. Többet ebből már nem szeretnék venni, mert szerintem így is bőven költöttem rá. Úgyhogy idáig jutottam az albumommal. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.